kellemes szellem. Ez az alkotásom, de sajnos nem lett olyan jó, mint reméltem. Ez sokkal jobban néz ki. Beadom inkább Codyt. Alkotás lettem. Hiszem el. Mi baja van ma? Nyerésre álltam. Hú, de morcos ma valaki. Még egy szendvics, köszi neked ott fent, bárki is vagy. Gwen, mérges vagy valami miatt? Ha elmondod, miért borogatsz asztalokat, talán segíthetünk. Vettem valamit a netről, amiről azt hittem, hogy szuper lesz, de kiderült, hogy tök béna. Á, csalódtál egy netes vásárlásban? Nem is tudtam, hogy ez előfordulhat. Megrendeltem a Nehéz Matek Feladatok című könyvet, és tök könnyű volt. Sose éreztelek még téged ilyen közel magamhoz. Á, csúcs. Amit rendeltem, nagyon drága volt. És keményen megdolgoztam a pénzért. Gwen játékjavítója, segíthetek? Mikor leesett, nincs a tábornok feje. Azt mondtad, megjavítod. Hé, hey, nem mondtam, hogy az eredeti fejét rakom vissza. A babának fura a hangja. Megöbelezem a lelkedet. Nem segíthetek. Mit vettél? Ah, egy szellemet. Egy szellemet? Mármint egy igazi szellemet? Igen, egy ijesztő szellemet akartam. Mint a képen. De helyette egy kedveset kaptam. Na jó, nem hiszek neked. Szellemek nem léteznek, nem? Hát jó. És kalcok? Íme. Ő, Luffy. Hello, nagyon örvendek. Luffy vagyok, a kellemes szellem. Gyorsan, elbújni. Ne féljetek. Igazi szellem vagy, vagy ez most valami műzli reklám? Igazi szellem vagyok, és Gwen a legjobb barátom. Ugye, Gwen? Nem, nem vagyok. Én csak egy jó barátot akartam. Gwen megvásárolt, és azt hittem, teljesült az álmom. De mégsem. Milyen haszontalan szellem? Ez annyira szomorú, hogy később talán az étvágyam is elmegy. Sajnálom a szellemet. Egy barátot akart, és Gwent kapta helyette. Mit csináljunk? Segítünk. Luffy! Szia! Szóval figyelj! Gwen kissé komor. És szerintem azt reméltek, kicsit ijesztőbb leszel. Vagy sokkal, sokkal ijesztőbb. Segítünk feltornázni a búhányadosodat. Jól van, Luffy, mutasd meg Vennek, hogy milyen ijesztő tudsz lenni. Szeretném, de nem tudom, hogy kell. Találtam egy könyvet, ami erről szól. A címe Rémes tippek kezdő szellemeknek. Kicsit félreérthető cím, de mindegy. Nézzük. Ez jó. Tudsz falat véreztetni? Igen, az menni fog. Sikerült! Gwen! A szellemed miatt vér folyik a falakból. Ez olyan ijesztő! Egy nevetős fej nem ijesztő. Főleg, mert lekvár. Epper. A legvidámabb lekvár mind közül. Bah, tipikus. Helyi termesztőtől van! Hogy lehet, hogy nem jött be? Gwent megrémíteni nehéz! Jól mondja, Gwent megrémíteni nehéz. Talán rá kéne készülnöd azzal, hogy előbb egy könnyebb célpontot választasz. Túl könnyű. Ne hújd be a szemed, mert megtámad a szellem. Túlságosan könnyű. Legyen séf. Ha őt meg tudod ijeszteni, akkor Gwen is menni fog. Ez jónak tűnik. Csak lebegj oda és csinálj így. Oké. Tetszik az inged? Hú, ennek az ijesztő fuvallatnak jó az ízlése. Ez bukta. Az élettelen tárgyak megszállása garantáltan rémisztő. Rendítsek! Gonosz megszállott pispacka! Ó, nincs is jobb, mint egy jó barát, mert pihe puha, mint én. Csak annyi kell már, hogy itt legyél, és meg is terítenék. Meg kellene ijednem, de nem tudok, mert annyira cuki. Egy macinál nincs is jobb, nézd! Jaj, annyira rosszul csinálja ezt a dolgot. Kezdjük az alapokkal. Ugorj ki valamiből és vesd be a jó öreg bút! Ah, bocsi, megijesztettél. Jól van, megteszem, amit tudok.
Séf, valaki ajándékot hozott önnek. Mi? Nekem? Érthető, hisz nagyon megérdemlem. Kukucs! Bú! Látlak! Hihi! Ó, ez a legcukibb rémdoboz, ami valaha próbált megijeszteni. Ez bukta! Nem vagyok jó rémizgetésben. Gwen sose kedvel meg. Ne mondd ezt. Ők még mindig félnek. Biztonságos már. Te ijesztő vagy. Hogy csinálod? Ez egy képesség, mint a viccmondás. Csak itt nem nevetnek, hanem sikítanak. Figyelj! Hé, hey, Cody! Képkap! Hú, ki az? Kígyó! Látod? Csak annyi az egész, hogy meg kell őket lepni valami rémessel. Hű, itt Budi van. Azt hiszem, már értem. Akkor készen állsz újra megpróbálni? Készen állok. Ez fura. Nem mondták, hogy ma lehűlés jön? Valami nem stimmel. Ó, de jó. Még egy közös nóta, attól megnyugszom. Hű, séf, azt hiszem, összecsinálta magát, és engem is. Nem tudtam, hogy képes vagyok rá. Nem is tudom, hogy örüljek-e, de már nincs visszaút. Gwen, el lesz ájulva. Nem. Nem leszek. Kedves, hogy próbálkoztok, de pár ózsdi trükk egy ócska könyvből nem elég. Fogadd el, Luffy, béna vagy. Sajnálom, Luffy, szerintem nagyon rémisztő voltál. Nem tudom, mi történik, de valami furcsaság van a környéken. Kit hívjak fel? Aki a legolcsóbb. Uram, nem fogja megbánni, hogy a lélekölőket hívta. A legjobb szellemírtó kütyükkel rendelkezünk. Szellemhotel, lidércütő és a személyes kedvencem a lélekszívó extra. Szabad gyerekek közelében használni? Nincs törvény ellene, ha csak nem keres rá. De nem kéne. Akkor jó. Milyen érdekes hang. És hey, találtam egy csontot. Mi történik itt? Ne aggódj, kislány, csak egy szörnyű szellem szállta meg a sulit. Ja. Sajnálom, hogy nem működött. Csináltam egy búcsúlapot. Hát persze. Luffy, el kell bújnod, mielőtt rád találnak. Egy őrült szellemvadász keres téged mindenfelé. Nézzük csak, mi van itt. Meg vagy csápat arcuk, kapogó szellem. Hozzám beszél? A démon jelző sose téved. Amúgy is látszik rajtad, jesszus. Napozhatnál kicsit. Viszlát, kicsi démon! Ura! Végre kiszabadultam! Cody szellem volt? Igen. Luffy, itt az esély, hogy elfuss! De félek! Menekülj el innen, amíg Gwenre vadászik! Gwen? Ó, ne! Adios! Szellem! Hagyd abba, csúnya! Ő a barátom! Én nem ismerem. Nem fogom hagyni, hogy bármi bajod essen. Akkor két szellemet fogok. Egyre ráért? Au! Borond halandó! Jeff folyósítanak, és gaflítsük a lábacsos nevedből! Hurrá! Újra szabad vagyok! Ó, mama! Várjon meg! Vissza ne gyertek! Luffy, ez meg mi volt? Bajban voltál. Muszáj volt segítenem. Bocs, hogy úgy kiabáltam. Ugyan, ez szuper volt. Tévedtem, nagyon is rémisztő vagy, és büszke vagyok rá, hogy a barátod lehetek. Mutassuk meg a világnak, hogy mit tudsz. A legjobb barátok lettek, és most már minden rendben lesz. Nem lesz. Terrorizálni fogják a világot. Rosszat tettünk.